Erős vár a mi Istenünk. Ma a Korintusi levélből olvasok egy verset. A lélek úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Van egy általános tévhit, miszerint a gyülekezetben mindenki egyforma ajándékokkal rendelkezik. Ez azonban nem igaz, és Isten sem gondolja így. Nem kétséges, hogy minden ember egyforma bánásmódot érdemel a jóság, a szeretet, a tisztelet tekintetében, viszont nem rendelkezünk mindannyian ugyanazokkal az ajándékokkal, vagy képességekkel és feladatokkal. Mert az Isten, ő az, aki ezeket az ajándékokat a gyülekezetnek adja, kinek-kinek jó tetszése szerint olvashatjuk az Efezusi levélben. A Biblia azt mondja, Isten megerősítette üzenetét ajándékokkal, amelyeket akarata szerint osztott szét. Mi is ugyanígy vagyunk ezzel. Szeretjük a gyermekeinket, bár nem egyformán tehetségesek, és nem ugyanabban ügyesek. Sőt, nem is ugyanúgy néznek ki, hogyha ugyanazt a ruhát rájuk adnánk, akkor az egyiken jól állna, míg a másikra éppen nagy lenne, vagy talán kicsi. Hasonlóképpen az Isten sem ugyanazokat a dolgokat mutatja, vagy adja meg mindenkinek. Az ő szava szerint a lélek úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. És Isten sohasem téved. Jézusnak még saját tanítványai között is volt A és B csapata. És mind a kettőt használta is, csak éppen nem ugyanarra, hanem más-más feladatokkal bízta meg őket. Az egyik csapatot felvitte magával a megtestesülés hegyére, míg a másikat elküldte a városba az emberek közé. Amikor Péter, Jakab és János felmentek Jézussal együtt a hegyre, olyan dolgokat tapasztaltak meg, amit a többiek valószínűleg nem tudtak volna megérteni vagy feldolgozni. Nekik más feladatot kellett betölteniük, azt, amit az Isten őrájuk bízott. Jegyezd meg egy fontos dolgot. Jézus nem próbált mindenkit felvinni a hegyre csak azért, hogy ne érezzék megbántva magukat. Az Isten mindenkinek ad feladatot. Lásd meg te is, hogy mi a te feladatod, mi a te ajándékod, és töltsd azt be.